Sziasztok, guruk! Végre megjelent a Nemezis Lockdown, ami ugye az előző Nemezisnek lényegében a különálló folytatása, egy külön játék, a Delta Vision kiadta magyarul, és megnézzük, hogy milyen lett, de most ezt egy picit rendhagyó formában. Van egy mars felszíni oldala a játéktáblának, és van egy, ami a felszín alatti bázist mutatja meg, három szintre tagolva, amiknek viszont áramellátás is kell. Az a szerencsénk, hogy eljutott hozzánk a kampány célok kiegészítő is, többek között az ajtókkal, a morsjáróval, kezdőjátékos jelölővel, és a kapuval. De a kampány célok része még mindenféle mini, a különböző szörnyekkel, spórákkal, nyákákkal, kártyákkal, és persze minden magyar nyelven. A feladat egyértelmű, a különböző túlélőkkel mindenféle szerepben túl kell élni, a mindenféle szörnyek és egyéb nehézségek okozta kihívások között. Első körben általában minden haladásnál, minden különleges akciónál próbát teszünk, és vagy zajjelölőt kapunk, vagy egyből szörnyet a nyokunkba, vagy ha szerencsénk van, akkor egyiket sem. Ha pedig szörnyek vannak a színen, akkor bizony menekülni vagy küzdeni kell. Dobunk kockával, hogyha harcra kerül sor, vagy sikerünk van, vagy nem, és bizony számít az is, hogy áram alatt van az aktuális terület, vagy nem, ugyanis, hogyha áram alatt van, akkor egészen más kockákkal dobunk, ezek több sikert hoznak. És hogy milyenek az esélyeink? Hát ránézve ezekre a jó fiúkra, meg úgy egyébként ismerve a szabályokat nem túl rózsásak. Hogyha túl sok terület megkibásodik, és nem sikerül megjavítani, meghalsz. Ha túl sok terület gyullad fel, és nem sikerül eloltani, meghalsz. Ha fertőzöttséget kell megnézni, és fertőzöttek vagyunk, meghalsz. Ha beindul az önmegsemmisítő, és nem tudjuk leállítani, meghalsz. Ha a vészhelyzeti token kiderül, és nem egyezik az éppen aktuális helyzettel, meghalsz. Valamint, hogyha nem sikerül elmenekülni, vagy pedig éppenséggel nem sikerül teljesíteni a feladatot. Mindenképpen. Meghalsz. Úgyhogy ez az Evaken Realms nagyszerű játéka, a Nemesis Lockdown, ami ismét jól sikerült, viszi tovább az elődöt, és hozzá is tesz hozzá változtat itt-ott rajta, mindenképpen ajánlott, nagyszerű minikkel, szuper komponensekkel és hát azért minimum 3-4 órás játékidővel. Jó játékot.